70 év hosszú idő, ennyi esztendőt ünnepelt most a szekszárdi vendéglátóiskola. Nagyon izgatottak vagyunk intézményi szinten, illetve személy szerint oktatók, régi pedagógusok találkoztak együtt, úgyhogy nagyon nagy az izgatottság, a közös múltnak a felelevenítése, illetve a nosztalgiás emlékeknek a kibeszélése, kitárgyalása. Iskolát 4. alkalommal rendezi meg a VIP galériát, most rendhagyó módon a volt oktatóink és a jelenlegi oktatóinknak lesz kiállítása. Nagyon nagy kedvel, szeretettel fogadtuk a régi oktatókat és az alkotásaikat. Most mindenki ebbe gyönyörködik, és mi is meghatóan állunk az elkészült alkotások mellett. A jubileumi eseményen az intézmény emléktáblát is avatott, amelybe egy időkapszulát helyeztek el, benne fotókkal. Ez pedig egy jubileumi gála követte a szekszárdi művészetek házában. Jubileumi gálánkon szeretnénk köszönteni a diákjainkat, akik az év folyamán kiemelkedően teljesítettek, mind a szakmai, mind a közismereti téren, illetve duális partnereinket szeretnénk köszönteni, és Borbás Istvánnét, aki több éven keresztül volt az iskolánk igazgatója. A mai nap nem csak az intézményünknek, mint az iskolának fontos ez, hanem a diákjainknak, a volt, a jelenlegi pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a városnak, akik itt tanultak nálunk, akikből szakemberek lettek, nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen nem csak egy szakmát, hanem egy kis családnak a részese is lehettek. 20 évvel ezelőtt, az 50. jubileumi esemény kapcsán én is, mint diák kaptam elismerést, mert egy országos szakmai versenyen vehettem részt, így nem kellett szakmunkás bizonyítványt tegyek, megkaptam a szakmámat már márciusban, és most nekem is itt a torkomban dobog a szívem, mert nagyon megható élmény az, hogy itt állhatok most 20 év múlva az iskola egyik dolgozójaként, és részese lehetnek ennek az eseménynek. Gálosnyi Ádám Katalin 33 évig tanított az iskolában. Az itt eltöltött időszakra csak pozitív emlékekkel gondol vissza. Mint szakmai tanár kezdtem, marketinget, turizmust, idegenforgalmat, szakmai számításokat tanítottam, felszolgálást, majd szakmai igazgató helyettes lettem, utána igazgató, és elmentem nyugdíjba. Én mindig olyan boldogan jövök vissza az iskolába, sokat úgymond szenvedtünk, mert nem voltak ilyen gyönyörű lehetőségei, mint most, de rengeteg szakmai embert adtunk a jövőnek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy volt tanítványaim, és itt oktatják a leendő szakembereit. Az együtt töltött idők, a közös versenyek, a felkészülés, csodálatos hangulatba teltek az itt eltöltött évek. Én csak jó emlékeket viszek tovább. Nagyon érdekes, mert rengeteg diákkal tartom a kapcsolatot. 30 év után is meghívtak engem. Tartom akár külföldön a kapcsolatot, előtt tavaly is meglátogattam az egyiket Olaszországba, másikat Németországba. Rendszeresen tartunk osztálytalálkozókat, a régi kollégákkal szinte hetenként, havonta beszélünk telefonon, vagy meglátogatjuk egymást, úgyhogy nagyon jó a kapcsolat. A 70 éves iskola célja, hogy sokrétű, mély, jól használható tudást biztosítson tanulóinak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turisztikai szakemberei lesznek.